Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi kirakás. Mi várható a párkapcsolatot illetően? Itt látható egy jó hír, ez szerencsét hoz. A nap azt jelenti, itt kiderül az igazság, tisztázódik valami. A múltban voltak viták, veszekedések, nézeteltérések. Itt ez a könyv jelenti azt, hogy vagy ő volt zárkózott, vagy te nem beszéltél ezekről a dolgokról, de mégis fájt, ami történt a múltban. Ez véget ér, hiszen a torony jelentheti ezeket a nehézségeket, problémákat, ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a tornyot, és itt látható ez a jó hír, a nap az napfényre tesz valamit, láthatóvá tesz valamit, itt tisztázódik ez a helyzet. Ez a torony és a kasza az jelentheti nála a vállást, de jelenthet bizonyos hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet is, ami hamarosan lezárul, hiszen a kasza elvágja, eltávolítja ezeket a problémákat, és itt látható egy jó hír. A nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, itt van a szerelem, ez a férfi gondol rád, szép gondolatok jelennek itt meg, hiszen melletted látható ez a virágcsokor, ami utal a te szépségedre, a nőiességedre, de jelenthet egy kellemes meglepetést, vagy ajándékot is, hiszen a férfi előtt a madár az utal a beszélgetésekre, ez lesz egy jó hír, hiszen a virágcsokor és ez a beszélgetés jó hatással van egymásra, tehát várható. Itt is a jó hír, itt is látható ez az ajándék, ez a szép beszélgetés. Itt szerelemről van szó, a nap az megvilágít bizonyos dolgokat, tisztázódik köztetek valami, és itt a félreértések, vagy ez a zárkózottság, ezek a feszültségek elmúlnak, hiszen a kirakásnál megjelenik a kasza, el tudja ezeket a kártyákat távolítani. Itt változásokról lesz szó, és mivel itt van a közelség, itt a kirakásnál közted, és e között a férfi között, ez jelenti a vonzalmat, a találkozást, a beszélgetéseket, és az időt is, hogy hamarosan, tehát így a napokban, vagy egy-két héten belül meg lesz itt ez a találkozás, a beszélgetések, a virágcsokor az jelenthet egy meghívást is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!